A mai napon fontos mérföldkőhöz érkeztünk, 2,5 millió honfitársunk beoltva. Kedden délután jelentette be Facebook videójában Orbán Viktor miniszterelnök, hogy 2,5 millió regisztrált embert sikerült beoltani. Ez volt a feltétele annak, hogy fokozatosan újrainduljon a gazdaság. Szerdán így újra kinyithatnak az üzletek, és fogadhatnak vendégeket egyes szolgáltatók. Egy hónap alatt 2,5-szeresére növeltük a beoltottak számát. Ezért holnaptól nyithatnak az üzletek, és újraindulhatnak a szolgáltatások, járványügyi intézkedések lesznek, kérem önöket ezeket tartsák be. A kormányzati intézkedések értelmében a kijárási tilalom este 10 és reggel 5 óra között lesz érvényes. Az üzletek reggel 5 óra és este 9:30 között lehetnek nyitva. Az üzletekben 10 négyzetméterenként egy vásárló tartózkodhat. Kinyithatnak a szolgáltatók, de a vendéglátó üzletek továbbra sem nyithatnak ki normál üzemben. És a szállodák sem fogadhatnak vendégeket. Szerdán Nyíregyháza belvárosában több helyen lehetett látni olyan üzletet, amely kinyitott. Pekó László, a megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke korábban azt mondta a Kölcsei Televíziónak, hogy a kisebb üzletekben lesz nehezebb betartani a 10 négyzetméteres korlátozást, de bízik abban, hogy a vásárlók is együttműködőek lesznek. Nagyobb bevásárlóközpontoknál, nagyobb boltoknál, ahol van, látjuk, hogy aki ügyel itt a bemenetelnél, az a személy, az egyben azt is tudja irányítani, hogy mikor kimenjen be a boltba. Egy kicsit nehezebb a kisebb boltoknál, hiszen erre külön szemét nem tudunk alkalmazni, tehát mindenképpen tehát a pénztárosnak, illetve közel van a bejárat, annak kell ezt jelezni, mikor kijöhet be. Az üzletekkel párhuzamosan a szolgáltatók is kinyithatnak, így például a fodrászatok is fogadhatnak újra vendégeket. Az újranyitás következő állomása április 19-én lesz, amikor az óvodák, az általános és középiskolák is megkezdik az úgynevezett jelenléti oktatást.